Sziasztok, Narina vagyok, és ez a februári vlogom. Ez egy kicsit rövidebb vlog lesz, mert most így február közepén kezdtem el, és valószínűleg így talán a hónap végig fogok vlogolni. Elég sok minden fog történni így a következő pár napban. Például holnap megyünk Bécsbe, mert megyek megint koncertre, aztán lesz a névnapom, szóval azt is meg kéne ünnepelni, megyek még egy koncertre, csak az Budapesten lesz, és mindeközben pedig zajlik egy ridaton, amin én hát ilyen nagyon chill módon de részt veszek. Ez a ridaton pedig nem más, mint a We Love Jenny ridaton, amit Jennifer Brooksnak az emlékére rendeznek. Ő egy booktuber volt, aki január elején váratlanul elhunyt, és az ő ilyen booktuber ismerősei és barátai szerveztek egy ilyen ridatont februárban, hogy megemlékezzünk róla. Én már évek óta követtem őt, és ő kifejezetten az a booktuber volt, akinek én adtam a szavára, és megbíztam az ő ajánlásaiban, és ráadásul szerintem egy nagyon-nagyon intelligens nő volt, úgyhogy amikor megtudtam a hírt, az nagyon így letaglózott. És nem is volt az kérdés, hogy részt fogok venni ezen a ridatonon, mert hogy tavaly két könyvet is elmentettem az ő ajánlására, és úgy voltam vele, hogy akkor most elolvasom őket. Az egyik a The Villa volt Rachel Hawkins-tól, a másik pedig a Briefly A Delicious Life. És a The Villát már be is fejeztem. Ugye ez egy thriller, ami két idősíkon fut, az egyik a jelenben játszódik, a másik pedig a 70-es években. És a jelenben két író barátnő úgy döntenek, hogy elmennek Olaszországba, kikapcsolódni egy kicsit meg, hát ha az inspirálni fogja őket arra, hogy írjanak. Főképp azért, mert az egyik főszereplőnk, Emily, ő épp a válásán megy keresztül, tehát jót tenne neki, hogyha kimozdulna egy kicsit otthonról. És mint kiderül, egy olyan villába mennek el Olaszországba, ami arról híres, hogy a 70-es években történt ott egy gyilkosság, mert hogy zenészek és művészek laktak ott együtt egy nyár folyamán, és az egyik zenészt brutális módon meggyilkolták. És természetesen a 70-es évekbeli szálon követjük nyomon főképp Mary szemszögéből a történetet, aki ennek a zenésznek volt a barátnője, és ez a nyár Olaszországban megváltoztatta az ő életét is, és az ő mostani testvérének is az életét, mert ezután, a nyár után mind a ketten előálltak egy ilyen fantasztikus művel. Mary megírt egy híres horror kötetet, Lara pedig kiadott egy később világhírűvé vált lemezt. A jelenben Emily próbálja kideríteni, hogy pontosan mi is történt ezekkel a fiatal művészekkel a 70-es években, és mindeközben pedig jobban megismerhetjük Emilynek és Chessnek is a kapcsolatát. Én nem nagyon szoktam thrillereket olvasni, úgyhogy nagyon meglepett az, hogy mennyire megkedveltem ezt a történetet. Az első pár fejezet után nem annyira fogott meg, de minél többet hallgattam a hangos könyvet, annál jobban vártam azt, hogy újra hallgathassam. Úgyhogy nekem nagyon tetszett ez a könyv, ugye nagyon szerettem közben teóriákat gyártani, voltak dolgok, amikre jól gondoltam, voltak dolgok, amikre nem jól gondoltam, aztán voltak olyan dolgok, amikre azt hittem, hogy oké, akkor igazam volt, és aztán kiderült, hogy mégsem volt igazam. Úgyhogy emiatt volt bennem egy kis csalódás, de az inkább csak a saját teóriáim miatt volt. Úgyhogy a vége nekem nagyon ilyen érdekesen alakult, érdekes fordulatok voltak benne, eleinte nem tetszett az a megoldás, de minél többet gondoltam rá, annál jobban éreztem azt, hogy igazából amit az író csinált, az nagyon okos volt, mert hogy nagyon ilyen elgondolkodtató lett a vége. És ez az egész könyv igazából Mary Shelley, Percy Shelley és Lord Byronnak az életéből inspirálódott, főképp abból az utazásukból, amiből ugye megszületett például a Frankenstein is. Úgyhogy ha minimális dolgokat tudtok Mary Shelley életéről, akkor nagyon egyszerűen fel fogjátok ismerni a párhuzamot közte és Mary között. Én amúgy csak a Your Dead to Me-nek hallgattam meg a Mary Shelley-s epizódját, és az elegendő infót adott nekem ahhoz, hogy teljes mértékben értsem a párhuzamot a valós személy, meg e között a fiktív karakter között. Ez egy nagyon jó olvasás volt, nagyon örülök, hogy
hallgattam Jennyre, és már is kezdtem olvasni a következő könyvet, ami nem más, mint a Ruthless Vows Rebecca Rosstól. Ez ugye a Divine Rivals-nek a folytatása, amit már egy pár hete elhallogatok, de most végre úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy elolvastam. Már 80 oldal fölött járok, és tehát kb. Ennyit hallgattam meg hangos könyvként, és ahogy láttátok, már megvan könyvformátumban is, mert hogy a Best Sellers-ben megvolt a paperback. Én már még azt sem tudtam, hogy ez megjelent puha fedelesként, úgyhogy ez csak ilyen öröm volt számomra. Amit még szeretnék ebben a hónapban elolvasni, vagyis meghallgatni hangos könyvként, az a These Infinite Thread lesz majd Tara Mafitól. Ez ugye a This Woven Kingdom-nak a folytatása, úgyhogy ezzel is szeretnék majd haladni, és ahogy említettem, a Briefly a Delicious Life-ot is szeretném még meghallgatni, mert hogy amúgy ez a hónap nekem Everendes hónap, tehát ebben a hónapban kifejezetten hangos könyveket hallgatok. Úgyhogy ahogy említettem, holnap megyünk Bécsbe. Szerintem nagy az esély arra, hogy ez sikerül befejeznem az alatt a bécsi út során, vagy legkésőbb pénteken. Úgyhogy szerintem akkor fogok legközelebb bejelentkezni, amikor ezt befejezem. Hazudtam nektek, mert hogy nem fejeztem be a Ruthless Vows-t ehhez a bejelentkezéshez, úgyhogy ahogy látjátok, kb. Így a felénél tartok, hogyha jól emlékszem, akkor a hangos könyvben ilyen 43%-nál járok. Gondoltam, hogy azért egy gyors olvasós update-et azért hozok nektek. Ugye a Ruthless Vows az a Divine Rivals-nek a folytatása, ami egy ifjúsági fantasy, és ez egy olyan világban játszódik, amit nagyon inspirálta így a 20. század eleje, meg az első világháború. Egy olyan világban élünk, ahol két isten háborúzik egymással, és a két főszereplőnk, Iris és Ronan egy újságnál dolgoznak, és egy bizonyos pozícióért versengenek. Eközben Iris leveleket ír a bátyjának, aki elment a háborúba, ilyen varázslatos módon eltűnnek a levelei, és varázslatos módon pedig kap válaszokat a levelekre. És kiderül, hogy neki ilyen varázslatos írógépe van, és emiatt történhet ez meg. De egy idő után kiderül, hogy lehet, hogy nem is a bátyjával levelezik. Mindeközben természetesen a két főszereplőnk egyre közelebb kerül a háborúhoz, meg egymáshoz is. A Divine Rivals-nek a vége úgy alakult, hogy nagyon keveset tudok mondani erről a könyvről, úgyhogy ne spoilerezzek. Annyit mondanék, hogy nekem kicsit olyan érzésem van így a felénél a könyvnek, mint hogyha újraolvasnám a Divine Rivals, mert hogy több ugyanaz történik, mint az első könyvben. De nekem nagyon tetszik az, hogy kicsit többet megtudunk a háborúról, meg hogy az egyik istent már úgy közelebbről kezdjük megismerni, ami nagyon érdekes, mert hogy ezek az istenek igazából így az emberek között járnak, tehát hogy nem ilyen olyanok, mint az olimposziak, hogy ott vannak fent az olimposzon, nem, hanem tényleg ott járkálnak így az emberek között, és kíváncsi vagyok, hogy a másik istent meg fogjuk-e ismerni közelebbről,
mert ha nem, akkor mérges leszek. Eddig tetszik, talán nem annyira, mint az első rész, de még hátra van a második fele a könyvnek, úgyhogy bármi előfordulhat. Úgyhogy ez volt az én ilyen gyors kis update-em a Rufus Vows-ról. És most pedig felteszem a kávémat, és beszélek egy kicsit arról, hogy milyen volt Bécs, meg a koncert. Ugye a Giant Rooks-ot néztem meg megint, mert hogy tavaly láttam őket szigeten. Nagyon szerencsés voltam, egy órával mentem oda kapunyítás előtt, és nagyon kevesen voltak, úgyhogy sikerült a kordonnak a legesleg szélére beállnom az első sorba, ami jó volt, mert nem igazán éreztem magam jól egész nap, és úgyhogy így legalább volt mibe kapaszkodnom, de amúgy az a koncert meggyógyított mindentől is, mert hogy annyira jó volt megint. Úgyhogy én nagyon élveztem. Az előző zenekar az a Zimmer 90 volt, nem tudom, hogy mondjuk a 90-et németül, úgyhogy ezt rátok bízom. Az nagyon ilyen chill zenekar volt. Nem hiszem, hogy bele fogok hallgatni a dalaikba, mert hogy annyira azért nem jöttek be, de hogy akkor is ott jó volt. Viszont a Giant Rooks nagyon-nagyon jó volt. Nagyon irigylem továbbra is az énekesnek az energiáját, hogy mennyit tud mozogni, meg énekelni, meg minden. És már nagyon várom a budapesti koncertjüket is, hogy megint lássam őket, mert tényleg olyan volt, hogy ezt a koncertet tényleg én ezerszer végig tudnám nézni. És így az elmúlt hónapokban nagyon így megkedveltem ezeket a fiúkat és a zenéjüket, úgyhogy kicsit ilyen fun girl vagyok mostanság. Természetesen szereztem be merch-et, mert hogy természetesen. Egyrészt vettem egy dedikált osztát, amit most nem fogok elővenni. Majd azt kell kitalálnom, hogy hova rakjam fel, hogy rakjam fel. Keressek hozzá esetleg képkeretet, úgyhogy az majd így a jövő zenéje lesz. De természetesen vettem egy új pólót is, amilyen fekete, az elején van az, hogy Giant Rooks. A hátán pedig ez a minta. És ugye itt van az, hogy Watershed, és a Watershed daluknak a dalszövege, az itt van végig a mintában, úgyhogy ez tök jó. És természetesen vettem egy tote bag-et is, mert hogy miért ne. Úgyhogy itt vannak a fiúk. Örömmel fogom hordozgatni őket majd így magammal a városban. Aztán a másik nap igazából főképp sétáltunk, meg vásárolgattunk, és vettem magamnak egy új háti zsákot a Deichmannban. Ez egy ilyen veniszes hátizsák, is nagyon-nagyon-nagyon szép. És amikor megláttam, tudtam, hogy ezt így meg kell vennem. Ezt főképp azért szeretném, hogyha esetleg megyek valahova, utazok valahova, vagy például üzleti úton megyek, akkor jó lenne egy ilyen szebb hátizsákot magammal vinnem. Mert amit szoktam hordni magammal, hátizsákot, hát az eléggé piszkos, meg régi. Úgyhogy ez így jó a hétköznapokra, de hogyha valamilyen különleges alkalomra kéne, akkor meg ez tök jó lenne. Meg igazából ez akkor is jó lesz, amikor esik, mert hogy az simán beázik. Viszont ennek szerintem az anyaga nem hiszem, hogy beázna, úgyhogy nagyon örültem ennek a hátizsáknak, amikor megláttam. Meg aztán mit láttam még meg? Mert hogy ahogy sétáltunk, láttam egy lemezboltot, és a kirakatban volt egy ilyen Lana Del Rey-es display. Mondom, Lana? Lemez volt a kirakatában? Miért? Mármint, hogy természetesen eléggé híres Lana Del Rey, csak hogy így nem gondoltam volna, hogy pont őt raknák ki. És aztán vettem észre, hogy ott volt egy ilyen kis dedikált üzenet Lana Del Rey-től, hogy oh, thanks for everything, Lana Del Rey. És úgy voltam vele, hogy ha Lana Del Rey itt járt, akkor én bemegyek és szétnézek, és természetesen megvettem a három hiányzó Lana Del Rey CD-t. Az egyik az a Chemtrails Over the Country Club, aztán a Blue Bannisters, meg a Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, aminek ezt az alternatív coverjét vettem meg. Úgyhogy már régóta terveztem, hogy oké, ezeket be kéne szereznem, mert hogy ezek hiányoznak a kollekciómból. Úgyhogy ezt ilyen isteni jelnek vettem, hogy ott volt az a Lana Del Rey üzenet, és akkor így természetesen megvettem ezt a hármat. Én nagyon örülök nekik. Természetesen van CD-re játszom, úgyhogy ezeket meg tudom majd hallgatni, ugye így is. És voltam könyvesboltban is, nem gondoltam volna, hogy veszek valamit, de vettem. Kicsit ilyen impulzus vásárlás volt, de azért próbáltam kicsit utána nézni ennek a könyvnek, úgyhogy rögtön megnéztem Goodreads-en, kb. Ilyen 1000
értékelés van erről a könyvről. Viszont azok nagyon jók, szóval bőven 4 csillag felett van az átlag értékelése. És úgy voltam vele, hogy oké, akkor elolvasom itt az első fejezetet, ami igazából egy prológus volt, és volt 2 oldal, az alapján is tetszett, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor sikerült meggyőznöm magam azzal kapcsolatban, hogy megvegyem, és ez a The Girl with the Red Hat, Buzzy Jacksontól. Természetesen egy második világháborús könyvről van szó, kilepődik meg ezen. Hannie Schaffnak az életét mutatja be, aki egy 19 éves jogtanuló volt, amikor a nácik elfoglalták Amsterdamot. A két legjobb barátja zsidó volt, és természetesen így veszélybe kerültek, és Hannie szeretett volna tenni valamit értük, ezért csatlakozott a holland ellenállásba, és megtanították őt lőni, és annyira jól megtanították, hogy ezzel vált hírhetté, hogy mindig eltalálta a célpontját. Szerintem nagyon jól hangzik, és az a jó, hogy ilyen jó nagybetűvel van írva. Úgyhogy én ezt szeretném idén elolvasni, hát remélem, hogy sikerül is. Május az tökéletes lehet erre, úgyhogy ezt mindenképpen így szem előtt tartom, és hogyha úgy hozza kedvem, akkor ezt szeretném majd elolvasni. Úgyhogy szerintem ennyi volt a mostani bejelentkezésem, és legközelebb most már tényleg szeretnék akkor bejelentkezni, amikor már ezt befejeztem. Szerintem így a következő 1-2 napban ez sikerülni is fog, talán ilyen 5 óra van hátra hangos könyvvel, amit simán be tudok fejezni, mert a hét első felében az irodából dolgozok. És most emiatt amúgy egy kicsit megcsúsztam az olvasásaimmal, de azért még megpróbálom azt a 2 könyvet így belsűríteni a februári olvasmányaim közé, amit még erre a hónapra terveztem. Ennyi voltam most, és akkor nem sokára újra bejelentkezek. És tértem egy újabb bejelentkezéssel, habár egy kicsit hamarabb szerettem volna, de mindegy. Ahogy láttatok, tegnap voltam a Pasi koncerten, ő az én egyik kedvenc DJ-m, úgyhogy nagyon vártam már ezt a koncertet, meg ez egy nagyon különleges koncert volt, mert hogy egy brass orchestrát is hozott, ami szerintem a részfúvós zenekar magyarul, úgyhogy már csak ezért is el akartam menni, mert már sokszor láttam korábban élőben ezt a DJ-t, de hogy most ez ilyen nagyon-nagyon special koncert volt, és azt kell mondjam, hogy megérte elmenni, nagyon jó volt. Az első ilyen előzenekar DJ annyira nem hozott lázba, ugye utána volt Vasio, akit én szeretek, és akinek ugye több közös száma is van Apasival, és ugye aztán jött a fő előadó, úgyhogy nagyon jó volt, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Nem videóztam annyit, mert hogy ez egy olyan koncert volt, ami alatt nehéz volt videózni, mert hogy ugráltunk, meg kiabáltunk, meg minden. Én nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Habár nem indul nagyon könnyen a nap, mert nem tudom, hogy erről mennyire beszéltem korábban a csatornán, de hogy Covid óta 2 dolog nekem nagyon nehezen megy. Az egyik az utazás, a másik meg a koncertek. Mert hogy korábban is ideges voltam utazás előtt, meg koncertek előtt, de hogy ez ilyen normális fajta, ilyen izgulsz, hogy jaj, mi lesz, stb. Stb. De hogy most, így 2022 óta, én azt mondanám, hogy ez ilyen extrém szintre emelkedett. Mostani Giant Rooks koncert előtt is, meg ugye az utazás előtt is fizikailag nem éreztem jól magam, és tegnap reggel is úgy éreztem magam így ébredés után, hogy így mintha ilyen gyomoridegem lenne, ami nem tudom miért van, és hogy igazából ez van már így
jó két éve. Lehet, hogy egy kicsit kiégtem amúgy így koncertek terén, mert hogy rengeteg koncerten voltam. Ugye főleg azért, mert egy csomó el lett tolva a Covid miatt, el lett halasztva. Ez is lehet egy opció, de nem tudom, hogy mit tett az agyammal a Covid időszak, meg ez a lezárások, hogy ennyire nehezen mennek ezek a dolgok. Ugye maga a koncert az egy nagyon szociális dolog, hiszen ott van rengeteg ember. Nem tudom, hogy amiatt van-e ez a fajta ilyen szorongás bennem, de hogy tegnap többször volt az, hogy én nem megyek a koncertre, tehát hogy nem, inkább itthon maradok. És így délutánra már ilyen sírás közeli állapotban voltam, de aztán úgy voltam vele, a racionális énem mondta, hogy de elmész, mert ha nem mész el, egyrészt kidobtál pénzt az ablakon, másrészt meg, ha nem mész el, meg fogod bánni, mert tudod, hogy ez egy különleges koncert lesz, mert hogy ő nem fog minden egyes alkalommal egy részfúvós zenekart magával hozni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, összezedem magam, szerettem volna kisminkelni magam, de ilyen minimális minket raktam fel, és aztán mondom, induljunk el. És elindultam, és amikor odaértem, akkor kezdtem már így lehiggadni, és amúgy mindig ez szokott lenni, hogy amikor már ott vagyok, és ott állok a színpad előtt, vagy magában ugye a koncertteremben, akkor már így visszatér minden a normális állapotába. Úgyhogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok Covid óta, de hogy ti tapasztaltatok-e ilyen változást magatokban, hogy bizonyos dolgok nehezebben mennek, mint Covid előtt. Úgyhogy a racionális énemnek igaza volt, mert tényleg megérte elmenni, és sikerült így az első sornak a leges-legeslek sarkába állnom, ahol ami tökéletes volt, mert oda senki nem akart állni, mert ugye mindenki középre akar beállni, úgyhogy ott simán lehetett ugrálni, nem tolakodtak oda az emberek, nem akartak kilökni onnan az emberek az első sorból. Körülöttem is ilyen normális emberek voltak, odafigyeltek egymásra. Meghallottam, hogy az egyik csaj mondta így a mellett állóknak, hogy előre is elnézést kér, hogyha esetleg nekik ütközik, mert hogy nem direkt lesz, meg mit tudom én, szóval, hogy ilyen nagyon kis kedves emberek voltak ott, úgyhogy remélem, hogy én sem zavartam őket. Próbáltam nem annyira dobálni a hajamat, hogy mit tudom én, azt tegyék. Tényleg egy nagyon jó élmény volt. Az nem volt jó élmény, hogy 40 percet vártam a kabátomra, úgyhogy nem tudom, így a barba negrásoknak valamit kéne tenniük ez ügyben, mert hogy tavaly előtt, amikor ott volt szintén apasi koncert, akkor is nagyon-nagyon sokat vártunk a kabátra, és konkrétan lekéstem az utolsó hévet, úgyhogy hazataxiztam, mert úgy voltam vele, hogy egyszer egy évben, hogyha taxizok, akkor az belefér a büdzsémbe. Viszont ami gyorsan ment, amit rögtön el tudtam intézni, az a pólóvásárlás. Vettem egy ilyet, aminek ilyen háta. Már ez volt a 6. apasi koncert, amin voltam, és már vagy 9 éve hallgatom ennek a csávónak a zenéjét, és most tudtam végre merch-öt szerezni magamnak, úgyhogy ezt nagy becsben fogom tartani. Mi történt még az elmúlt napokban? Egyrészt befejeztem a... Hol van? Itt van. Befejeztem ezt, ami az én ilyen kis könyvjelzőm, amit csomóztam, ez ajándék lesz. Úgyhogy, természetesen nem fejeztem még teljesen be, a csomózást fejeztem be, de hogy még a hátát meg kell csinálnom, meg itt is el kell döntenem, hogy oldom meg az alját. Úgyhogy végre sikerült befejeznem. Nagyon-nagyon hosszú időbe telt, mert hogy rengeteg szín van benne, és rengeteg szer kell váltani színt, úgyhogy nem volt egyszerű, de ez végre készen van, úgymondva. Úgyhogy már csak a simításokat kell elvégeznem még így az ajándékbadás előtt. És amúgy akarok még csinálni legalább egy karkötőt a következő Giant Rux koncertre. Szerintem amit biztos megcsinálok, az egy ilyen napraforgós karkötő, meg amit néztem, vagy egy epreset, vagy pedig egy ilyen rózsaszín, eges, felhős karkötőt, mert hogy a Pink Skies című dalukban vannak napraforgók, eprek, meg hát Pink Skies, de ha minden jól alakult, akkor talán kettőt sikerülne megcsinálnom. Meg még így is kell ajándékba csinálnom könyvjelzőt, úgyhogy márciusban is ilyen kis DIY-olós, kraftolós leszek. És amiről még beszélnünk kell, az a Ruthless Vows Rebecca Ross-tól. A héten sikerült befejeznem a Ruthless Vows-t,
és én olyan 4 csillagra fogom értékelni. Mert hogy nekem egy kicsit csalódás volt az első könyvhöz képest. Ugye a Divine Rivals én 4,5 csillagra értékeltem, de közel volt az ilyen 5 csillaghoz, úgyhogy ahhoz képest tényleg csalódás a 4 csillag, de összességében amúgy tetszett. Lehet, hogy ezt nem a legjobb kor olvastam, mert hogy szerintem a Divine Rivals tényleg a legjobb pillanatban olvastam, és szerintem azért tetszett annyira, amennyire. Itt azért voltak olyan dolgok, amiknél egy kicsit forgattam a szememet. Tehát például, amikor két ember levelezik egymással, és a két ember két ellenséges csapattal van, és az egyik ember megosztja a másikkal a saját helyzetét, hogy hol van helyileg, és hova tartanak, ezt nem így szokták csinálni háborúban. Amit amúgy kiemelnék, hogy ez szerintem tényleg egy ilyen háborús könyv, tehát hogy ezt nem úgy menjünk bele, hogy úristen ez egy ilyen romantizi, meg akármi, szerintem nagy szerepe van a háborúnak ebben a könyvben, és igazából az egész cselekményt a háború mozgatja, tehát hogy a háború nélkül igazából nem lenne cselekménye, azon kívül, hogy most van két ember, aki szerelmes egymásba. Olyan sok mindent, amúgy nem jegyzeteltem az olvasás közben, tehát hogy úgy hallgattam a hangos könyvet, és hogy így, oké, jó, ez történik, szuper. De hogy így olyan sok gondolatot nem ébresztett bennem ez a könyv olvasás közben. Amit még itt kritikának fogalmaznék meg, az, hogy nagyon egyszerűen megoldódott minden, tehát hogy nagyon convenient volt néhány szituáció, és hát több szituáció is. Szerettem volna egy kicsit több drámát bele mondjuk, hogy legyen ne idegesíts, hogy már most ordítatják azt a zenét. Szerettem volna, hogy lenne egy kicsit több dráma benne, feszültség benne, és hogyha nem oldódna meg minden olyan egyszerűen. Úgyhogy alapjáraton, ahogy mondtam, nekem tetszett, tehát hogy ne gondoljátok azt, hogy nem tetszett, 4 csillag volt, én élveztem. Lehet, hogyha amúgy újra olvasnám, vagy újra hallgatnám a hangos könyvet, akkor lehet, hogy jobban tetszene. Lehet, hogy ez most tényleg egy olyan alkalom volt, amikor így lehet, hogy nem ezt kellett volna olvasnom, de összességében örülök, hogy sikerült befejeznem ezt a duológiát. És a következő könyv, amit hallgatni fogok hangos könyvként, az a Briefly a Delicious Life lesz. Ugye ezt is Jenny miatt fogom olvasni, hiszen ez egy történelmi regény. És szerintem csak emiatt mentettem el annó, amikor beszélt róla, hogy ez volt az egyik legjobb történelmi regény, amit olvasott. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy oké, akkor én ezt elmentem. De amikor így utána olvastam, rájöttem, hogy ez egy tökéletes történelmi regény számomra, mert hogy Spanyolországban játszódik, Chopin is benne van, aki az én kedvenc zeneszerzőm, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez tökéletes lesz számomra. Úgyhogy így a február utolsó napjaiban ezt fogom hallgatni, remélem, hogy sikerül majd befejeznem így február végéig, de mindenképpen be fogok majd jelentkezni ezzel kapcsolatban. És mivel a drága szomszédok most elkezdték üvöltetni megint a zenét, felhívom a figyelmeteket, hogy vasárnap 9 óra 35 perc van, úgyhogy most el is megyek, és akkor majd egy utolsó bejelentkezésre visszatérek. Visszatértem egy utolsó bejelentkezésre, mert hogy itt van már a február 29-e, ami 4 évente csak egyszer van, úgyhogy gondoltam, kihasználom ezt a napot arra, hogy lezárjam ezt a rövidke kis februári vlogot. Az utolsó bejelentkezésem során igazából csak egy ilyen olvasós update-et hoztam, mert hogy ma sikerült befejeznem a Briefly a Delicious Life-ot, ami nagyon tetszett. Úgyhogy nagyon örülök, hogy részt vettem a Be Love Jenny readathonon, mert hogy mind a két könyvet, amit miatt mentettem el, nagyon szerettem, meg nagyon megkedveltem. Úgyhogy szerintem a későbbiekben is fogok majd olvasni olyan könyveket, amiket ő ajánlott, meg amik esetleg engem is érdekeltek eddig, de valószínűleg ez nem mostanság lesz, mert ahhoz szerintem vissza kéne nézni a videóit, és arra még így lelkében nem készültem fel. Na de térjünk vissza a könyvre. A Briefly a Delicious Life egy történelmi regény, amiben vannak kis paranormális elemek, mert hogy a főszereplőnk Blanka
ő egy spanyol lány, aki a 15. században élt, és meghalt. És szellem lett belőle. És évszázadokkal később Majorkára utazik George Sand és Frédéric Chopin, és Georgesnak a két gyereke, és Blanka, hát hogy is mondjam, nagyon érdeklődni kezd az újonnan érkezettek iránt, főképp Georges iránt. George Sand egy francia szerzőnő volt, aki ezen az írói álnéven publikált, és hát az ő korában nagyon botrányos dolgokat művelt, mert hogy férfi ruhát hordott, meg dohányzott, és még ugye a 19. századról beszélünk, úgyhogy akkoriban azért ezek nem voltak úgymond elfogadott dolgok, és végül is Blanka szemein keresztül ismerjük meg Georgesnak az életét, a két gyerekének az életét, és Frédéric Chopint is. Úgyhogy ez nagyon ilyen karakterközpontú regény. Azt hozzátenném amúgy, hogy noha Blanka ugye egy tinédzser szelleme, ettől függetlenül ez egy felnőtteknek szóló könyv, hiszen nagyon sok felnőtteknek szóló témát érintünk, főképpen itt az intimitás, szexualitással kapcsolatban, úgyhogy ez ténylegesen ugye a felnőtt olvasóknak íródott ez a könyv, és én nagyon-nagyon élveztem Blankának a narrációját, tehát hogy annyira vicces volt néha, ahogy nyilatkozott, bemutatta a szereplőinket, hogy tényleg voltak pillanatok, amikor így megmosolyogtam azt, ahogy ő róluk nyilatkozott, meg amilyen kommentjei voltak, néha egy kicsit ilyen szeszi volt. Magukat a vendégeket is megkedveltem, ha bár nem mondanám őket tökéletes szereplőknek, Blanka szemein keresztül, meg az ilyen szellemképességein keresztül megismerhettük mind a vendégeknek a múltját és a jövőjét is. Amúgy nagyon sokszor előkerült az, hogy ugye Blankának, mint szellemnek vannak különleges képességei, és nagyon vicces volt, mert hogy ugye nekem rögtön az jutott eszembe olvasóként, hogy oké, de ez most hogy működik? És akkor így kvázi, mint hogyha csak Blanka így olvasott volna a gondolataimban, így megválaszolta, hogy hát van ez a képességem, nem tudom, hogy működik, de hogy ez így van. És hát igazából ez legit. Tehát, hogy azért maradjunk annyiban, hogy ő egy szellem, szóval, hogy nem feltétlenül tudja, hogy mi és miért történik vele. Én elfogadtam, mert hogy a regénynek a többi része nekem nagyon élvezetes volt. Georgesék életén kívül amúgy Blankáját is megismerjük, hogy mi történt vele, hogy hogyan halt meg. Én azt a történetszállat is nagyon kedveltem, mert hogy azért így hozzá is sokkal közelebb kerültünk. Ugye említettem, hogy Frédéric Chopin az én egyik kedvenc zeneszerzőm, ha nem a kedvenc zeneszerzőm, úgyhogy érdekes volt róla is olvasni. Én azt mondanám, hogy nem ő volt annyira a középpontban, hanem ugye nagyon ráfókuszált Georgesra Blanka, mert hogy bizonyos érzelmeket kezdett el táplálni Georges iránt. Chopin volt az, akit úgy ismertünk meg, mint egy betegeskedő férfit, aki igazából csak a zongorájával van elfoglalva. Nekem ez egy nagyon jó olvasmány volt, és azon gondolkoztam, hogy esetleg meg is rendelném, hogy legyen saját példányom belőle, mert szerintem ez egy olyan regény, amit én újra olvasnék. Nekem például a hangos könyv is tetszett, azon kívül, hogy Georgesot George-nak mondta a narrátor, és így egy franciáról beszélünk. Tehát, hogy biztos, hogy nem George-nak hívják, hanem Georgesnak. De ettől függetlenül én nagyon élveztem a hangos könyvnek a narrálását is. Ezzel így le is zárnám ezt a februári vlogot. Ezzel lezárul ugye a ridatonos olvasásom is. És hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Írjátok meg kommentben, hogy telt nektek a február, miket olvastatok, milyen jó dolgok történtek veletek. Úgyhogy várom a kommentjeiteket. És nem tudom, hogy mikor fogok legközelebb vlogolni. Én a májust terveztem következő ilyen vlogolós hónapnak, de lehet, hogy korábban is jön vlog. Az majd szerintem ilyen nagyon spontán vlog lesz, hogyha lesz korábban. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt még így elmondom nektek itt a végén. Úgyhogy most el is indulok, és hát akkor hamarosan újra találkozunk majd valamilyen másik videóban. Úgyhogy addig is sziasztok!